A növényi kultúrák alaposan megsínylik az évszázados asszályt. A kukoricatáblák a szakértők szerint már-már menthetetlenek, az idei termés attól függ, megjön-e az égi áldás. Kukoricának az egyik alapvető lételeme a víz, nem véletlenül tengerinek nevezik. Ezt az elmúlt időszakban nagyon elkerülte környéket a csapadék, sajnos a tavaszi, illetve a téli tartalékok abszolút nincsenek a talajba, tehát nincs utánpótlása, szerencsétlen növény nem tud a gyökerével olyan mélyre lemenni, hogy elérjen valamilyen kis nedvességet is. A rekkenő hőség megviseli a szarvasmarha állományt is. A gazdák bíznak a csodában, ugyanakkor tesznek is azért, hogy a haszonállatok átvészeljék a rendkívüli helyzetet. Igyekeznünk kell, amennyire lehet, amennyire tőlünk telik ezt valamilyen módon átvészelni, és az állatoknak is segíteni abban, hogy ők is átvészeljék. Úgyhogy különösen figyelünk az itatóknak a működőképességére, illetve ahol tudunk, plusz itatókat teszünk be, és próbáljuk még nagyobb felületen itatni az állatokat. Cseszneki Csaba mindig tudja, miről beszél. Az ott jártunkkor született bikaborjú a gondoskodásnak köszönhetően egészségesen látott napvilágot. Neve Tila lett, ugye tudják, Polcos Tibor és Vaklelős kereszt nevéből, hogy leteltük.